Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket a mai bűn és baleset megelőzési magazinműsorunk alkalmával. Ma bűnüggyel fogunk foglalkozni, nem is akármivel. A második kerületi rendőrkapitányság munkatársai egy sorozat bűncselekménynek vetettek véget, és erről fogunk tájékoztatást adni önöknek. Mai vendégem Segyevi Zoltán, rendőrőrnagyúr, a második kerületi rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetője. Tisztelettel köszöntelek. Hát örömmel hallottam, hogy sikerült egy sorozat bűncselekménynek véget vetni, nem is akármilyen. Miről van szó? Hatóságunk egy 25 éves budapesti férfi ellen folytat lopások elkövetése miatt eljárást. Ez a férfi Budapest területén több kórháznak a kórterméből tulajdonította táskákat az ott bentfekvőknek, illetve hozzátartozóiknak, látogatóiknak a táskáit, amelynek az volt még az érdekessége, hogy ezekből a táskákból nem csak az értékeket tulajdonította el, hanem az ott lévő lakáskulcsokat is. Ezzel az volt a célja, hogy a kórházi kezelés időtartamára felügyelet nélkül hagyott lakásokba bejutva onnan további értékeket tulajdonítson el. És ezt egyedül követte el, vagy voltak segítői? Jellemzően egyedül követte el a bűncselekményeket, azonban egy esetről tudunk, ahol a társai is voltak. Ők a lakásba történő bejutásnál vettek részt ebbe a bűncselekménybe. Őket is elfogtuk, velük szemben is folytatjuk az eljárást. Tudom azt, hogy a kórházakban azért lazult itt a látogatási fegyelem. Egyik oldalról jó is, másik oldalról rossz is, de mi a véleményed? Lehet ennek véget vetni? Mert nem, sajnos nem ez az első eset, és az a gyanúm, hogy nem is az utolsó. Sok hasonló jellegű esetről tudunk. A most elfogott személlyel kapcsolatban is vizsgáljuk azt, hogy ő további bűncselekményeket követette el. Én azt javaslom mindenkinek, hogy amikor a kórházba vagy bárhol tartózkodik, mindig figyeljen értékére, táskájára. Hát tudom, hogy a kórterem társak, a betegtársak azért odafigyelnek egymásra, de bátorság kell ehhez. Nekem az a véleményem, hogy ez a 25 éves fiatalember nem kezdő a szakmába. Nem, büntetett előéletű az eljárás alá mond személyünk, de a kórházakkal kapcsolatban annyit mondanék még hozzá, hogy sajnos előfordulnak olyan esetek, amikor a kórtermek nyitva maradnak, nincs bent éppen senki, mert mindenki vagy sétál, vagy valamilyen vizsgálaton vesz részt. Vagy egyszerűen azt hiszik, hogy aki bejön személy, az a látogatója annak az üres ágynak, vagy annak a beteg társának, és neki visz el valamit a fiókjából. Nem sikerült arra esetleg felderítést végezni, hogy a kórházban nincsenek nekik segítőik? Érted, mert jó, kiveszi a kulcsot, most akkor ott az igazolványt is kiveszi, nézi, hogy hol lakik, hogy hova kell mennem, kirabolni a lakást. Általában ez úgy szokott történni, és most nem a konkrét esetről beszélnék, hanem általánosságban, hogy vagy eldugják, ugye télen könnyű eldugni egy táskát a kabát alá, és kint a kórház területén kívül vizsgálják át ezeket a táskákat. Tehát a táskát magukkal viszik komplet, de arra már nincs vér a pucájukba, hogy visszavigyék a táskát. Ugyebár rengeteg igazolvány van ott az embereknél, és azoknak a beszerzése pénz és idő. Rengeteg megpróbáltatás. Ezeket a táskákat általában eldobják valahol. Ha szerencséje van a sértetnek, akkor ezt megtalálja valaki, és visszajuttatja hozzá. Ha pedig olyan helyen dobják el, ahol nem találja meg senki, akkor sajnos ezeket az igazolványokat pótolni kell. Hát én nem vagyok híve a finom kezűségnek, de ez valahogy utolsó szemét dolognak tartom, hogy amúgy is kiszolgáltatott embereket még ráadásul meg is loptak, tönkretesznek, nem elég, hogy a kórteremből elviszik a rádióját, mobiltelefonját, vagy akármit, még ennek dacára a lakásra is elmennek, és igyekeznek megszabadítani a értékeiktől. Én örülök annak, hogy a bűnöldözési elosztályunk sikeres nyomozással felderítette ezt az elkövetőt, elfogták, és a bíróság előzetes letartóztatását el is rendelte. Szerintetek mióta folytatja ezt a tevékenységet? Az ő bűnöldözési pályafutásában is látszik egy fejlődési
vonal, hogy nem sajnos nem lefele, hanem fölfele. Igen, fölfelé, vagy ebbe az irányba inkább így fogalmaznám meg, de hát most reméljük, hogy ezt egy darabig sikerül megszakítanunk. Nem tudjátok, hogy mióta csinálja ezt? Jelen pillanatban az általa elkövetett további bűncselekményeknek a felderítése, illetve vizsgálata folyamatban van. A társairól mit tudhatunk? Két férfit és egy nőt gyanúsítottunk meg a bűncselekménnyel. A két nőt bűnsegédi magatartással, a férfit társtettesi magatartással. Viszik a balhét? Beismerő vallomást tettek. És ez a két-három segítőtárs mióta dolgozik a főcinkossal? Róluk csak egyetlen egy alkalommal tudjuk bizonyítani jelen pillanatban azt, hogy részt vettek bűncselekmény elkövetésében. Ez most nem olyan régen volt, március végén. Hát én biztos vagyok benne, hogy nem először tették ezt a cselekményt magukével, követték el a bűncselekményeket, mert azért aklimatizálódni is kell, hogy a bűnöző szemével, a fejével gondolkodjak, hát azért egy kis gyakorlatot szert kell tenni. Én úgy gondolom, hogy ezt bizonyítanunk kell majd, hogy történt-e ilyen vagy nem. Elképzelhető az is, hogy most csak egy ilyen mellékszálaként ennek, ugye azt is mondtam, hogy ők csak a lakásba történő bejutásnál vettek részt a bűncselekmény elkövetésében. Lehet, hogy ők csak ebben az egy esetben kerültek kapcsolatba ilyen szempontból az elkövetővel. Hát nem csak a második kerületben vannak kórházak, hanem Budapest többi kerületében is. Együttműködés van köztetek, hogy esetleg más kórházakban is történt hasonló eset, hogy nem, nincs-e valami összefüggés az elkövetők között? A már a házkutatási, illetve egyéb nyomozati cselekmények során lefoglalt dolgok vonatkozásában már több bűncselekményt, ennek a nyomozását beegyesítettük hatóságunkhoz, és mint mondtam, a további bűncselekmények felderítésére is meg fogjuk tenni az intézkedéseket. Van esély arra, hogy ez a személy más kórházakba is követette bűncselekményt? Ő hány kórházba tényleg? Hány kórházba járt? Pontos számot most még egyelőre nem mondanék. Több budapesti kórházról van biztos információnk, hogy követette a bűncselekményeket. Ezek között van gyermekkórház is, gyermekek ápolását szolgáló intézmény is. Ez, ahogy előbb említettem, hogy nagyon szemét dolognak tartom, amúgy is kiszolgáltatott szerencsétlen embereket így meglopni, meg általában. Hát eszébe se jut nekik, hogy elmenjenek esetleg dolgozni, mondják azt, hát hol van. Volt ez, van ennek szakmája? Erre vonatkozó információm nincsen. Még nincsen. Hát egyszerűbb dolog ebből megélni. Vannak sajnos láthatóak olyan jelek, hogy az emberek a jelen helyzetben könnyebb megoldásként látják a bűnelkövetést, de ez nem mindenkire igaz. Jelen esetben erre vonatkozóan nem tudnék nyilatkozni. Mit tudhatunk erről az elkövetőről? Azért szeretnék bővebbet tudni, hogy a nézőinket fel tudjuk esetleg készíteni arra, hogy a hozzátartozóik a kórházban vannak, akkor többet tudjanak meg, hogyan tudnak védekezni, mert végsősorban ennek a műsornak a bűn megelőzés a lényeg, és örülök, hogy ilyen eredményes munkát végeztetek, mert egy bűncselekmény sorozatnak véget vetettetek, de nem biztos, hogy mindegyiknek, mert biztos vagyok benne, hogy vannak olyan ügyek, amiben még az elkövetőt nem sikerült felderíteni. Jól tudom? Természetesen nem ez az egy elkövető követel bűncselekményeket Budapesten. Én azt javaslom mindenkinek, hogy az értékeiket kezeljék vagy zárt helyen, amire tudomásom szerint egyre több kórházban is van lehetőség, vagy ne hagyják soha őrizetlenül. Ugye mondtam, hogy az elkövetők általában ezt az őrizetlenül hagyott kórtermeket látogatják meg, és onnan próbálnak meg eltulajdonítani értékeket, vagy hivatkozva arra, hogy látogatói az ott fekvő betegeknek visznek ki értékeket ezekből a kórtermekből, még úgy is, hogyha esetleg mások vannak bent abban a kórteremben, más beteg vagy hozzátartozó. Zoli, ezeknek az embereknek ugye határozott fellépésük van, nem tétovák. Tehát ami esetleg gyanús lehet egy kórházban fekvőnek, hogy nem láttuk ennek a hozzátartozóját, vagy egy új személy jött,
akkor nyugodtan rákérdezhetnek, hogy mit keres, kicsoda ön, nem? Vagy szólnak a nővérnek. Tehát ez is, tudom, hogy egyre kevesebb a nővér a kórházakban, de itt a szemmozgalom, a szomszédok egymásért, most akkor lehetne azt mondani, hogy betegek egymásért mozgalom, hogy vigyázzanak egymás értékeire. Én is úgy gondolom, hogy akik esetleg egy kórterembe fekszenek hosszabb ideig, több napon, heten keresztül is előfordul, ők megismerik annyira egymást, hogy a bajban lévő emberek tudnak egymásnak segíteni abban, hogy a másiknak a dolgaira odafigyeljenek. Lehet valóban szólni a nővéreknek is, de egyre több kórházban van a biztonsági szolgálat, akik, hogyha ilyen kérdés felmerül, akkor visszatarthatják esetlegesen az elkövetőt, hogyha bűncselekmény gyanúja is felmerül, a rendőrség kiérkezéséig a helyszínen. Úgy tudom, hogy némelyik kórházban vannak szobánként ilyen kis széfek, vagy kis páncérdobozok, amiben az értékeit el tudják tenni. Most ez melyik kórház volt, ahol ez történt? Ez több budapesti kórházban is követtek el hasonló, vagy követett el, ez az egy 25 éves férfi bűncselekményeket. Én is erre gondoltam, amikor az előbb azt mondtam, hogy lehetőség szerint tartsák zárt helyen. Több helyen van zárható szekrény is, vagy akár értékmegőrző is. Ahogy tudom, vannak olyan kórházak, ahol nehogy Isten átvesznek leltárszerűen értékeket a betegektől, a bent fekvő betegektől. De láttam a híradóban olyat is, hogy minden beteg ágyhoz van egy ilyen kis szép. Tudsz erről? Erre vonatkozó konkrét információm nincsen, én is hallottam hasonló dolgokról. Mondjuk az lenne az ideális, de hát valahol egy kicsikét luxus is ez, hogy minden ágyhoz legyen egy szép, de viszont, hogyha szobánként van egy, ott igencsak el lehet rakni a betegeknek az értékeit, meg lehet őrizni, és akkor gondolom a főnővér, vagy akárki, aki ezzel meg van bízva, csak az ő hozzájárulásával lehet kiszedni, és idegen szóba se kerülhet, hogy ő részére adják át. Hát erre mondtam azt, hogy van olyan lehetőség, ahogy én tudom, kórházakból, hogy leltárszerűen is átvesznek dolgokat, és annak a biztonságos őrzéséről gondoskodnak. Az, hogy egy szobába többen fekszenek, és ők egy helyre zárják el a dolgaikat, ennek is megvannak a lehetőségei, meg a veszélyei is. Ennek a fiatal embernek mi a személy leírása? Mert szerettem volna, hogyha egy fényképet bemutatunk erről, de az újabb rendelkezés értelmében nem lehet bemutatni azt az embert, akit már elfogtak, holott sétettek keresésén, ez nagyon hasznos lenne. Mindegy, azért kérdezem, hogy egy személy leírása tudná erről adni a nézőknek. 170 cm körüli magas, vékony fiatal ember. Róla többet nem tudnék. Szőke, barna, testes, vékony. Vékony, ezt mondtam. Meg fogjuk keresni az összes hasonló jellegű feljelentéssel kapcsolatban a kollégáinkat Budapest szerte, és meg fogjuk vizsgálni, hogy az ott bármilyen információ merült-e fel arra, ami köthető lenne az általunk elfogott elkövetőhöz. Sajnos itt a műsorban szerepel körözés is, és elég sokszor előfordul az, hogy kórházi betörőket keresünk. Ott van, ahol van kamera is, ez a szerencse, tudod? Mert akkor a kamera rögzít, ezt be tudjuk mutatni, és nem egy alkalommal a műsorunknak köszönhetően sikerült elfogni az elkövetőt, és hát így akkor eredményesebben tudtok dolgozni. Reméljük, hogy még további bűncselekményeket is fel tudunk majd deríteni. Örömmel vettem azt, hogy a második kerület, előbb említettem, hogy eredményesen ténykedett. Múlt alkalommal a 6. kerületi rendőrkapitány volt bent, és ők gépkocsi feltörőket számoltak fel. Nagyon-nagyon intenzíven vettek részt ebbe. Egy komoly munka előzte meg azt, míg sikerült le felderíteniük ezt a bandát, mondhatom, ez banda, mert azért itt is hiába, egyelőre még úgy tudjátok egyedül, hogy három segítője volt egy alkalommal, ez még azt hiszem a vizsgálat további részét képezi az, hogy felderítsék, hogy
hányan voltak, milyen területeket pásztáztak be, vagy csak ez az egy kórházi bűncselekmény tapad a kezükhöz, vagy ne adj Isten más is. Feltehetően több is, de én úgy gondolom, hogy a mi feladatunk az, hogy az állampolgárokat megvédjük, becsületes állampolgároknak az érdekeit szolgáljuk, és hogyha van sikerélményünk, akkor azt meg tudjuk osztani velük. Hát a sikerélménynek a megosztására van ez a műsor is, hogy egyszer érezzék a kollégák, hogy igenis törődik velük a média, meg az mellett, hogy ezt tesszük, természetesen az állampolgároknak a nyugalmát, békéjét szeretnénk elősegíteni azzal, hogy tájékoztatjuk őket arról, hogy azért a rendőrség dolgozik, hogyha nem is mindig látványosan, de nem is az a lényeg, hogy látványos legyen, hanem eredményes legyen. Egyéb bűncselekményekkel hogy áll a kerület, Zoli? Én azt tudom mondani a második kerületi rendőrkapitányságnak a munkájáról, hogy a lehetőségekhez mérten úgy gondolom, hogy eredményes munkát végzünk. Vannak sikeres ügyeink, melyekről majd minden esetben igyekszünk tájékoztatni a közvéleményt is. Van-e olyan ügy, amiben tudnánk segíteni már most? Esetleg előrevetítenéd, hogy miben kérnétek segítséget tőlünk a médiától? Jelen pillanatban most olyan ügyet nem mondanék, ami már olyan stádiumban van, amit megoszthatnék a tévénézőkkel ilyen szempontból. Ha olyan stádiumban érkezik az ügy, akkor jelentkezni fogok. Tehát akkor vannak ügyek, csak még nincsen. Nagyon vannak örülök olyan neki. Ügyeink, amiből lehet, hogy eredményt tudunk produkálni, illetve lehet, hogy érdekelni fogja a nézőket, de jelen pillanatban még ezt a nyomozás érdekeire való tekintet. Nem, hogy lehet, hanem biztos, hogy fogunk. Én optimista vagyok. Természetes, hogy időkérdése is meg fognak ezek is oldódni. Nekem van egy elvem, hogyha egyel kevesebb bűncselekményt tudnak elkövetni, már azzal értünk el célt, mert egy vagy két emberre, vagy egy családdal kevesebb lesz, aki bánja az, hogy megfosztották a nehezen összegyűjtött értékeitől. Mit tudsz még javasolni az állampolgároknak védekezésükre, a bűncselekmény ne váljanak bűncselekmény áldozataivá? Én összefoglalva, amit eddig is mondtam, a legfontosabb az, hogy a rendőrségen kívül saját maguk is törődjenek az értékeikkel, ne hagyják felügyelet nélkül, és őrizetlenül az értékeiket. Azt hiszem, hogy ez egy általános érvényű javaslat, tehát nem csak aki kórházban van, hanem ha áruházba megy, bevásárolni megy, vagy bárhol van, közlekedik, ugye bár sajnos elég sok zsebes létezik. Igen, a zseblopási elosztály is a mi kerületünkhöz került a BRFK átszervezése kapcsán, úgyhogy látjuk egy ezeket a bűncselekményt. Egy jó pár éven állatok van, nem? Nem, mert budapesti hatáskörű szervként látták el a szolgálatokat. Most úgy gondolták a rendőrség vezetői, hogy hatékonyabb, hogyha egy kerület felügyelete alatt budapesti hatáskörrel megmaradva dolgoznak továbbiakban is. Valóban nagyon sokszor oda kell figyelni, akár közlekedés közben is, de akár a gépkocsikban hagyott értékekre is vonatkozhat ez a felvetés. Ez a közlekedési járművökön levő lopások hogy alakulnak? Tudsz erről valamit mondani? Jelen pillanatban folyamatos elfogásaink vannak, és elszámoltatjuk ezeket az elkövetőket is. Az a probléma, hogy a zsebesek nem egyedül dolgoznak kalákába, úgy mondjam, ugye? Előfordul ez a verzió is, de jelen pillanatban inkább én jellemzőbbnek azt látom, hogy egy-két fős elkövetői körrel találkozunk. Kollégáid ismerik már az embereket? Kollégáimnak a nagy része már több éve foglalkozik ezekkel a bűncselekményekkel. Ismerik az elkövetőket, a módszereiket, és igyekeznek kiszűrni őket a közlekedők közül. Elég sokszor hallani azt, hogy a bűncselekmény elkövetőinek a magatartása egyre jobban durvul. Ezzel kapcsolatosan milyen tapasztalataid vannak
legalábbis a kerületben, meg a zseblopás vonatkozásában? A zseblopás vonatkozásában ez egy olyan vagyon elleni bűncselekmény, ahol azért viszonylag ritka az erőszakos magatartás. Magának a büntetőtörvénykönyv szerinti minősítése és ugye az, hogy valamilyen észrevétlen cselekményről beszélünk. Itt nem annyira jellemző az eldurvulása, és én a kerületben sem észleltem azt, hogy egyre durvábbak lennének az elkövetési módszerek. Hát ezt örömmel hallom, hogy van egy olyan kerület, ahol a bűncselekménye áldozatai nem estek egy durvább elkövetésnek áldozatul, mert máshol igen csak tapasztaljuk azt, hogy különösen körözéseknél, hogy megtámadnak valakit szó nélkül, megrugdossák, leütik, stb. És úgy veszik el értékeiket. Szerintem ezek sem mai kezdőgyerekek, és itt már közel játszik egyéb dolog is, például kábítószer, mert akkor mintha bátrabbak lennének. Mi a tapasztalatotok erről? A kábítószerrel kapcsolatban szerencsére a kerületünket én nem tartom fertőzöttnek. Nyilván előfordulnak hasonló kábítószeres bűnözéshez kapcsolódó jelenségek, de nem nagyon jellemzőek ezek a dolgok. Uh-huh. Neked mi a tapasztalatod, hogy akit sikerült elfogni, bűncselekmény elkövetőjét, azoknál előfordult az, hogy fogyasztottak valamilyen ajzószert? Volt rá példa. Volt rá. Milyen tevékenységet folytattak ezek? Rablást követtek el, betörést, vagy milyen jellegű köztörvényes bűncselekmény? Azt tudnám elmondani, hogy amit idáig elkövettek a kerületünkben, rablásokat mind az idei évben mindegyiknek az elkövetőjét elfogtuk, velük szemben fogvatartásuk mellett folyik az eljárás. Szerencsére nem túl sok ilyen történik a kerületben, de a kábítószer fogyasztásra vonatkozó információk nem jellemzően merültek fel ezekkel az ügyekkel kapcsolatban. A második kerület elég nagy területen terül el, többnyire kertes családi házak vagy társasházak vannak. Ezekre mely bűncselekmény jellemzőek a kerületre? Azt kell elmondanom, hogy bár mindent megteszünk, hogy csökkentsük a számokat, és ez folyamatosan csökken is, a betöréses lopások viszonylag magas számban fordulnak elő. Úgy gondolom, hogy ahogy ön is mondta, a kerületbe lévő értékes ingatlanok vonzzák az elkövetőket, de szerencsére sikerül folyamatosan ezen a területeken is eredményt elérnünk, és az elkövetőkkel szemben eljárnunk. Hát a többnyire a betörést elkövetők tipre mennek. Találkoztatok olyan ügyekkel, ahol tippadó is volt? Egy-egy nagyon kiemelt jelentőségű bűncselekménynél felmerült ennek a lehetősége. Én úgy gondolom, hogy a nagyobbik része az eseteknek inkább ilyen szerencsével kapcsolatos, vagy a lehetőségeket mérlegelik az elkövetők, és annak függvénye, hogy mit találnak benn, hogy mekkora lesz a kárérték. Hát mostanában sajnos volt életellenes bűncselekmény is Budapesten. Nálatok mikor fordult elő? Sajnos fordult elő nálunk is bűncselekmény, aminek az elkövetőjét a budapesti rendőrfőkapitányság szakirányú egysége el is fogta. Uh-huh. Milyen bűncs? Tudom, hogy életes. Arról lehet esetleg bővebben tudni, hogy milyen bűncselekményt követett? Ez már megjelent a médiában. Annó én erről részleteket nem szívesen mondanak, uh-huh. mert nem az én kompetenciám. Természetesen. Csak azért szeretném ezeket kicsit részletesebben, hogy a kedves nézőket azért megnyugtassuk, hogy mindenre oda tudtok figyelni, és el is követtek mindent, hogy ne következzen be. Én úgy gondolom, hogy kollégáimmal közösen megteszünk mindent azért, hogy a becsületes állampolgároknak az élete nyugodt mederben folyjon. Én azt is úgy gondolom, hogy akihez betörnek, az nem vigasztalja, hogy mi vagyunk Budapesten az egyik legjobban felderítő egység a kérdésben. Mi mindenkire megpróbálunk maximális hangsúlyt fektetni, és minden elkövetőt megpróbálunk felderíteni.
Hát azt hiszem, ez a végszó, mert lejárt az adásidőnk. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és amennyiben ismételten lesz ilyen sikeres sorozat, amit felderítetek, szívesen vennénk, hogy a kedves nézőket megmutassuk, hogy vagytok, igaz, hogy nem látványosan, nem is kell, de eredményesen. Kedves nézőim, köszönöm a megtisztelő figyelmüket, legyenek továbbá segítségünkre, és vigyázzanak értékeikre. Viszontlátásra!